Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horváth Csaba, az MSZP budapesti képviselőcsoport vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bringával, autóbusszal, metróval mivel érkezett? Mivel egy másik tévéstúdióból, ezért autóval. Mert azért olyan reggel 5.30 környékén az autó az, ami úgy megbízhatóan működik. Ami kint várt, addig figyelte az előző beszélgetést, és úgy tűnik, hogy van hozzáfűzni valója. Mit tud mondani a férfiak esélyegyenlőségéről? Hallottunk már vert férfiakról, akiket ügyvédek nagyon nehezen vállalnak el. Hasonló bér, vagy egyenlő bérért mikor fognak tiltakozni a férfiak? A helyzet az, hogy érdemes nagyvonalúnak lenni, mert a kutatók szerint olyan 2025 és 2050 közé tehető, amikor megfordul az a trend, és a hölgyek kerülnek többségbe vezető pozíciókba, kulcspozíciókba. Tehát 2050 környékén már kimondottan nagyvonalúságot kell várnunk a hölgyektől, és ezt csak akkor fogjuk megkapni, ha most mi vagyunk egy picit nagyvonalúbbak. Tehát 2050-re a kutatások szerint a vezető tisztségviselők többsége hölgy lesz. Akkor a világban mindenhol. Akkor elképzelhető, hogy 2050-re Budapest főpolgármestere is egy hölgy lesz? Nagyon valószínű. Na akkor nézzük addig, ameddig Tarlós úr a főpolgármester, mi a helyzet a metrókkal? Gurulnak, minden legnagyobb rendben van, hát, minden dokumentumot beszereztek. Hát legalábbis azt állítják. Mikor rúgják ki a BKV vezérigazgatóját? Ezt nem tudom. Egyelőre most a BKK vezérigazgatójánál tartok, akinek a bűnlőstroma viszonylag gyorsan alakult, ugye a múlt héten. A bérletrendszerről beszél? Ezzel az elektronikus bérleti egyértékesítéssel, online bérleti egyértékesítéssel, amiből az kiderült, hogy szakmailag és emberleg is megbukott, mint BKK vezető. Ki az ő munkáltatója? Két nap alatt nagyjából. BKK vezérigazgatója Dabóczi Kálmánnak hívják, és az ő munkáltatója Tarlós István. Elképzelhetőnek tartja, hogy meneszteni fogják? Én elképzelhetetlennek tartom, hogy ne menesszék. Tehát ha az ön egy beosztottja, akit ön nevezett ki, ilyen mértékben követel szakmai és emberi hibákat, a szakmai hiba az, hogy egy alkalmatlan rendszert eresztett rá budapestiekre, ami nem mellesleg a legfrissebb hírek szerint adatvesztést is jelentett, hát az a 3400 felhasználó, aki ebből vásárolt, jó eséllyel az adataihoz hozzáférhettek, akár jó hiszeműen is mások, de lehet, hogy rossz hiszeműen, és ennek a visszaélésnek, vagy elvi visszaélésnek a következményeit lehet, hogy hónapok múlva fogjuk elszenvedni. De az nem feltételezi a BKK vezérigazgatójáról, hogy ő ezt akarattal csinálja. Azt nem, de itt jön az emberi hiba, tehát az emberleg leírható bukás, hogy Dabóczi Kálmán, akkor kiderült, hogy ez a rendszer rossz és alkalmatlan, akkor nem az volt a válasz, hogy elnézést kérünk a kedves budapesti polgároktól, tévedtünk, hibáztunk, túl korán örültünk annak, hogy ez a valami itt van, és visszavonjuk, és mindenkinek megköszönjük a szíves türelmét és a hozzáállását. Nem. Arrogánsan a T-Systemmel közösen gyakorlatilag feljelentették azt a fiatalembert, 18 éves fiatalembert, aki ugye egy ilyen bűnöző hackernek lett beállítva, hogy hát ezek az emberek micsoda károkat okoznak. Az ilyen hackerek és a nagy világban külön díjakat kapnak. Igen, de itt egy 18 éves fiatalemberről beszélünk, akinek ez nem szakirányú. Egyetemén, de ez neki nem szakirányú érdeklődése volt, hanem egyszerűen felhasználó. Egy amatőr etikus hacker? Egy amatőr etikus hacker, hogy hackernek tekinti magát, nem tudom, de azt igen. Egy hogy biztos, ilyen hogy esetben, megtanultam, milyen az, amikor kihallgatják és rendben. Egy ilyen esetben valóban a legrosszabb az, amikor betámadják a problémára a figyelmet felhívót. Ahhoz képest, hogy egyébként ugye nagyon sokáig védekeztek, tehát napokon keresztül védekezett a két cég, és hát valamiért utálják a nagyvállalatokat, akkor pont ezért az arrogáns magatartásért, amit a T-System is és a BKK is produkált. Tehát, hogy gyakorlatilag mi nem hibázhatunk, mondják ők. Az állampolgár hülye, ez Dabóczi Kálmán mondta, hogy az, aki nem tudja ezt az alkalmazást használni, ez valójában ostoba. Az menjen a Tajgetoszra. Mert ugye ez volt a mondás, hogy okostelefont is csak okos embereknek talált, aki annyira hülye, hogy nem tudja használni ezt a rendszert. Na most azért ez egy
emberleg is rendkívül alacsony színvonalú mondat Dabóczi Kálmántól, aki a saját hibáját mások ember mocskolásával próbálta kezelni. Szerintem a főpolgármester meg fogja tiltani, hogy jövőben a BKK igazgatója beszéljen szóvivő nélkül. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb megtiltási módja ennek, hogyha a Dabóczi Kálmán más fontos beosztásba kerül, valahol a Városházán kívül. Lehet, hogy vannak érdemei is neki? Azt nem tudom. Most a rendszer működik? Nem. Tehát föl van függesztve. Így van. Mi van az új-régi metrókkal? Az új-régi metrókkal egyelőre zavaros, tehát ugye azt állították, hogy... Hát de én azt hittem, hogy ön tud nekem feketét fejéret mondani. Hát mi nem az, ilyen egyszerű. Zavaros? Mennek, zavaros. Maradnak, úsznak? Nagyjából ezek a sorrendben fölmondható tételek. És van a 25 orosz szakemberrel, aki most itt van. Tehát már... Ha most az orosz szakemberek egy négyzetméter kilométerre jutó orosz szakemberek számát nézzük, akkor nagyon jól áll Budapest. Most már 25 ilyen szakember jött pluszba, korábban 30-at is hallottunk, hogy 30-an is jöttek. Ehhez képest jöttek még 25-en, nem tudom, hogy akkor ez duplázódás, vagy pedig kiegészült a korábbi létszám, vagy esetleg helyet cseréltek. Például, veszek egy cipőt. Igen. És annak valami baja van, visszamegyek a cipőboltba, és azt mondom, hogy tessék. Maximum elküldik egy valamilyen kermi, vagy valamilyen vizsgálatra, és utána vagy visszaadják a pénzt, vagy kapok mást. A metrók esetében ez nem ennyire egyszerű? Nem ennyire egyszerű, mert nehéz vasakról van szó. Tehát a cipőt visszavisszük egy dobozba, vagy a doboz nélkül, ami megmarad belőle, és azt mondjuk, hogy ez a termék rossz, ott megvizsgálják, és valami történik. Egy metró szerelvényt azért nem lehet így dobozba visszaküldeni, ezért jönnek az oroszok. De heteken keresztül nem is voltak hajlandók ide dugni az orrukat. Mondván, tehát már nem jönnek, hanem itt vannak. Most már itt vannak. És azt állítják a részben a BKV-BKK menedzsmentje, részben Tarlós úr, hogy most már nyugodjon meg mindenki. Nagyon szuper lett a metró. Korábban is azt állították, hogy szuper a metró. Lehet, hogy csak ön is a DK kinyílt... képviselőjek keltik itt a hisztériát, és tulajdonképpen ezek a metrók suhannak, csak maguk vetítenek valamit, és lehet, hogy lesz. És lehet, hogy csak mi mondtuk, hogy kinyílnak az ajtók mind a két oldalon, meg és ezt annyira mondták, hogy mi elhittük. Önök elhitték, de egyébként ez mindig úgy volt, hogy tökéletesen suhantak, és nem is kellett kivonni a forgalomba ezeket a szervényeket nagyjából egy bő hónapon keresztül. Akkor ugye ezzel az erővel nem lehet ezt visszasuhintani annak, aki küldte, és venni valami jót? Hát ez annak a fényében is igen aktuális, ez a felvetés, hogy közben kiderült, hogy a moszkvai metró, ami ennek egy korszerű változata, tehát nem egy gányolt 1002-es Lada, hanem egy mai konstrukció, az ugyanabból a pénzből volt megvásárolható Moszkvának, mint amennyien mi az ócskavasat vettük. És akárhogy tuningolják, ez akkor is egy 1200-as Ladának a felújított változata lesz, ami soha nem fog annyit tudni, mint egy ma konstruktőrökört által megtermelt egy új valódi jó termék. Áruljon el egy titkot. Hányat rendeltek, és mindegyik le van már szállítva? Nem, még nincs meg. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából a harmada van itt, és még a kétharmadát szállítják. És de ez már nagyon gyorsan fog menni. És a kétharmad az ugyanaz lesz, mint ez? Hát, a konstrukció ugyanaz. Na de hát a villamos... Lehet, hogy a kábeleket, amit a főpolgármester úr olyan nemes egyszerűséggel föllelt, hogy két optikai kábelt nyilvánvalóan rosszul dugtak össze. A főpolgármester úr csak ért hozzá, ő mégiscsak egy mérnök, maga nem mérnök. Hát ha egy építőmérnököt figyelembe lehet venni, egy kimondottan elektronikus jellegű hibánál, akkor természetesen elfogadom ezt a választ. Nekem egy kicsit az alapszakmámból tekintve nagyobb közöm van ehhez, mert én viszont távközlési szakemberként szereztem a szakközépiskolai végzettségemet, tehát ha itt tekintjük, akkor ebben talán picit többet tudok. Egyetemi végzettsége van ezen a területen. Igen, nekem másban van egyetemi végzettségem, de a lényeg az, hogy se ő, se én nem vagyunk ebben autentikus szakemberek. De azt viszont, ő is tudja, hogy ez így nem jó. Viszont ahhoz vagyunk kellően autentikus felhasználók, mint a város vezetői, hogy meg tudjuk állapítani, hogyha valami nem jó és nem működik. Ebben az esetben egy felelős vezetőnek, mint menedzsernek az a dolga, hogy mind a szakembereket, mind a szakmai feltételeket megteremtsése. Azt látja, hogy selejtes terméket szállítanak, akkor először jön a kemény felszólítás, ráadásul a metróüzem az egy veszélyes üzem, tehát az nem lehet játszani az emberek életével, mert beküldöm a metrót, és nem biztos, hogy pont ugyanannyi utas jön ki, ha hibázik valaki, és a szerelmények meg rosszak. Tehát itt ebben az esetben a legfontosabb, amit mi egyébként már március óta követeltünk, hogy vonják ki a szerelvényeket a forgalomból.
a komoly baleset szituációk miatt ez megtörtént, és hát több mint egy hónap kellett ahhoz, hogy ezek a szerelvények tesztjelleggel visszatérhessenek a pályára. Valaki tett már feljelentést önök ellen hanyagkezelés miatt? Hát ha valaki tehet feljelentést, azok pont mi vagyunk, mert hogy mi viszont a hanyag és hűtlen adatkezelés miatt tettünk vagy teszünk ma a mai napon feljelentést Szaniszló Sándor képviselőm személyében, mert hogy valakik felelőtlenül valóban úgy eresztették rá a budapestiekre ezt az online jegyvásárlást, ami nem volt letesztelve, és Dabóczi Kálmán július 6-án nyilatkozta, hogy úgy indul a rendszer július 13-án, tehát egy héttel később, hogy higgyel, mindenki nagyon le van próbálva, nem lehet visszaélni vele, és tökéletes a rendszer, hibátlan. Most a hibátlan rendszerhez képest csak a következményekkel szembesülünk most már bő egy hete. Hamarosan véget ér beszélgetésünk, és nem nyugtatott meg engem, hogyha a gyerekeim, vagy ismerőseim vagyok, vagy egy egyszerű ember, akit nem is ismerek, lemegy a metróba, biztos, hogy élve föl fog jönni? Én azt... Erre polgármester úr azt mondaná, hogy ne keltsünk hisztériát, de hát az ön szavai egyetértek, után... Egyetértek, én egyet mondanék, főpolgármester Tarlós István személyes felelőssége lesz ettől a pillanattól kezdve, meg már a korábbi pillanattól kezdve, ha bárki bármilyen sérülést szenved, azért Tarlós István személyében lesz felelős. Ezért elvárom, hogyha bárkivel bármi történik. Ha csak az ujjára rácsapja a mégiscsak rosszul záródó ajtó a kezére az ajtó valakinek rácsap, akkor Tarlós Istvánnak le kell vonni a személyében is a konzekvenciát, és meg kell köszönni a budapestieknek az eddigi türelmüket, és távozni a helyéről. Tarlós Istvánnak van lehetősége arra, hogy az asztalra csapjon, és azt mondja az oroszoknak, hogy ne vigyék ezt az ócskavasat oda, ahonnét hozták, hát és vagy küldenek egy újat, vagy vége a dalnak? Hát egy kicsit nehézkes a történet, mert elméletben igen, gyakorlatban azt nem mondhatja, hogy küldjenek újat, mert hogy ő felújítást rendelt. Tehát a kiinduló pont is hibás volt, mert hogy ahogy beszéltünk erről egy korábbi műsorban, mi a régi 1002-es ladánkat, ami már mondjuk így közel 40 éves volt, azt elküldtük az oroszokhoz, hogy újítsák már föl, dukozzák, újra fényezzék, csiszolják le a krómokat, vagy cseréljék ki a krómokat rajta, és küldjék vissza az eredeti állapotú metrót. Ami egyébként egy 40 éves, sőt, igen, korábbi, ez rendben van, az a szakemberekkel beszélgettem, és azt mondták, hogy ebbe a metróba semmi nincsen, kivéve, hogy az ajtók hasonlítanak, vagy egy-két most, frissen krómozott dolog, vagy mégis van? Ezettől még nem így van, tehát ez mégiscsak az 1200-as ladának egy rekonstruált változata. Most mindegy, hogy ezt újra gyártották, vagy régi alkatrészből felhasználtak három kilincset. Ez akkor is az 1200-as lada, ami egy régi, sok évtizedes konstrukciónak. De ha nem üzemképes, akkor köszönöm. Igen, de van egy súlyosbító tényező, hogy mivel korszerűsíteni is akartak rajta egy kicsit, mert hát az mégsem lehet, hogy teljesen az 1200-as lada, ezért a generátorát kicserélték Hitachira, a fékét kicserélték németre, és azt gondolták, hogy innentől kezdve akkor ez egy tökéletes, újszerű megoldás lesz. De nem. Valójában ez egy több olyan alkatrész tömegből álló együttes, ami nem kompatibilis tökéletesen egymással, mert hogy így ilyet még soha senkinek nem gyártottak. Az orosz fél ezt maga beismerte, hogy ez a termék konkrétan bárki más számára eladhatatlan lenne, mert hogy ilyet senki nem rendel. Tehát olyan zsiráfot, aminek púpja is van, még senki nem akart látni az állatkertben. Na akkor nézzük, hogy van-e olyan zsiráf, aminek púpja is van, tetszik a hasonlat. Budapest egyre népszerűbb a fapados turizmus területén. A városháza, tulajdonképpen a központi kassa nagyon sok pénzt kap ebből, a kerületek egyre kevesebbet, viszont a kerületek lakói kell, hogy ezeket a vendégeket elviseljék. Terheket is, mi ennek a megoldása? Hát a megoldás az nem azt mondom, hogy egyszerű, mert mindenképpen több forrást igényel. Tehát nézzük először a közbiztonság közrend oldalát. Tehát ma a lakóknak fordítva, a legnagyobb... Azt nézzük meg, hogy a bevétel hova megy. Engem jobban érdekel a lakóknak a megközelítése. Tehát, hogy az, aki itt lakik mondjuk a Kazinczy utca és környékén, és számos utcában a környéken. Mert ez legerőteljesebben a hetedik, részben a hatodik, kisebb mértékben a hatodik, és nagyon kis részében az ötödik, és valamilyen kis mértékben a kilencedik kerületnek a problémája. Ott elsősorban a lakók szenvednek. Azt kell mérlegelni, hogy az az árbevétel, amit ez hoz, az a turisztikai növekedés, amit ez hoz, milyen arányban van azzal a kárral, amit a lakók elszenvednek az életminőségük ellehetetlenülésében, több
beszélgetés fórumot tartottam ebbe a témába. Hát nagyon-nagyon-nagyon rossz hangulatú életérzések vannak, amiben az emberek tényleg a türelmük, az életük utolsó szikráját tartják még, és egyre nehezebben viselik el a körülményeket. Tehát itt nem alapvetően a romkocsma turizmussal van baj, hanem azzal, hogy az például London, el, akik érkeznek. Például Londonban úgy reklámozzák ezt, hogy gyere el Budapestre 50 fontért, egy hétvégére 50 fontért, tehát mondjuk osszuk le, ez 20 000 forint, gyere el 50 fontért egy hétvégére, mert itt bármit megtehetsz, amit otthon nem. Na most ez nincs rendben. És az, hogy ezt egyébként jogosan írhatják le, mert tényleg megtehetnek mindent, amit otthon nem. És szeretném azt nem látom be, hogy ön, amikor kisgyerek volt, vagy lehet, hogy még csak álom volt, akkor ugyanígy megérkeztek az autógyári munkások Olaszországból, és pár lirettáért azt csináltak, amit akartak. De szerintem ez akkor attól még nincs rendben. Tehát az, hogy Londonban nem teheti meg egy fiatal, hogy segrészegre issza magát, és végighányja a Kazinci utcát és környékét. De megcsinálják ezt a szóval. Ezt a lakók maguk említik így, tehát hogy nekik a hányos brit turistával van problémájuk, akik egyébként tényleg azért jönnek ide, hogy egy legénybúcsú vagy egy lánybúcsú keretében mindent megtegyenek, amit otthon nem. Mi a vélemény arról, hogy a főváros ennél készítsen egy reklámfilmet, azért Budapest, ami Londonba fut? Budapest azért ennél többet érdemel, és vannak erre rendészeti megoldások, ahogy ezt hogy lehessen kezelni. Ez az egyik fele. A másik fele... Hányozacskot adunk a kezébe? Nem. Az, hogy ahogy Londonban nem meri megtenni, mert akkor beviszi a rendőr az őrse, és akkor ott tölti az éjszakát, hogyha a közrendet, folytatjuk, a közrendet megsérti. Az idő az úr, és a metró elszalad. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Horváth Csabát, az MSZP budapesti képviselőcsoport vezetőjét láthattuk, hallottuk, és most már is időkésésbe, de ugorjunk egy nagyot, Szántó T. Gábor következik. Az 1945-ös film sikeréről beszélünk Jeruzsálembe, és arról, hogy a radikálisok miért törnek Magyarországon előre. Tartsanak továbbra is velünk. We'll be right back.